Az emberi test szférái, éterikus test. Az éterikus test túlfejlesztése, a fakírok. Miért nem juthatnak a fakírok és általában a pogányok a harmadik szféránál feljebb, a megtérés definíciója. Az emberi test szervei is hétféle csoportra oszlanak épp úgy, mint a szférák, és az egyes szervek, illetőleg testrészek a szféráknak, illetőleg a naprendszernek megfelelően vannak beosztva, és az ő funkcióik szerint minősítve. Óva intelek azonban benneteket attól, hogy ezt is, mint végigazságot lerögzítve, ne gondoljátok, amelyre nektek, mint spiritualistáknak építenetek lehetne, vagy amiből ki lehetne indulnotok. Itt is odairányítom a figyelmeteket, ahova minden egyes alkalommal irányítani szoktam, hogy itt, ebben a látszatvilágban semmi sem lehet, mint kész, befejezett igazságot tekinteni, ami a lelki kérdésekkel összefügg. Ti itt csak következhettetek, de valóságos igazságra nem tehettek szert, mert csak arra vagytok utalva, amit láttok, amit az érzékeken keresztül érzékelhettek, s arra, amit ebből a gondolkodás útján következtethettek. Más pozitívumra nem támaszkodhattok. Ennél fogva nem is köthetitek le magatokat pozitívumként, azokat az igazságokat, amelyeket nektek a fluid világából mondhatok. Hiszen azért nem lehet és nem szabad az embernek ítélnie, mert a végső igazságot semmiképpen sem tudhatja. Ti csak láttok valamit, valamely igazságnak egyik oldalát, amely éppen felétek van fordítva, amely hatásaival éppen a ti érzékelésetek alá esik, de nem láthatjátok a dolgok benső valóságát. Ha az ember ismerné azokat az igazságokat, amelyeket könnyelműen megragad, és a maga részére kihasználni igyekszik, bizony nem ragaszkodnék olyan görcsösen hozzájuk, mert tudná, hogy minden dolognak két oldala van, egy fény és egy árnyoldala. És ameddig a szellem az árnyoldalon, vagyis ameddig a látszatvilágban, az eshetőségek tömkelekében van bekebelezve, addig a fénynek sem tud a pozitív oldalára szert tenni, vagyis a fénynek pozitív hatásait nem érzékelheti és nem érezheti a maga valóságában, mert ott van az árnyék, amely a fény hatástalanná teszi, vagy legalábbis nagy mértékben semlegesíti. Mindennek megvan a maga természet törvénye, de az is, amiről most beszélek, csak egy kiemelt, kicsiny részlet az egészből. A kegyelem törvényvilágában, tárgyalt ismeretekből és igazságokból könnyű belátni, hogy az egész ember, ahogy itt a Földön megjelenik, a ti egész világtesteteknek szellemi, fluidi és anyagi erőit egyesíti magában, az emberben, mint kicsinyben, a mikrokozmoszban, benne él ugyan a törvény, ami a nagyban, a makrokozmoszban. Az ember testében benne él az ősembernek minden jótól és igaztól messze esett természete, bár él az ásványi növényi állati erőknek egész rendszere, amely fejlődésüket a fizikai síkon való megjelenésükkel az emberi testben fejezik be, hogy miután rotációjukat az emberi testben befejezték, szellemi fluidokat éltessenek tovább. Így az emberben nagyon sokféle természet van egyesülve. Ebből következik, hogy az embernek úgynevezett alsóbbrendű természetében megnyilatkozó erők nem mind megvetendők, a kározatra vívő elemek, mint az egyesek gondolják és állítják, mert hiszen az az élethullám, amely fejlődésének befejezését az emberi testben éri el, szintén az Isten erejéből való erő. Ez az a természet, amely feloldotta, életre keltette azokat a megsűrűsödő fluidokat, amelyek ott pihentek a kőzetben. Később porrá változtatva a növényzetet éltették, a növényzeten keresztül végtelenül változatos formákon végig állati testeken éltettek, még végül a felébredt szellem közepébe kerültek, s ezáltal magasabb rendű élet által odavonzatva ennek a magasabb rendű élet megnyilvánulásnak a környezetében bizonyos lelkiségé változtak. Ez a lelkiség az a bizonyos természet, amely maga romlatlan, naív, egyszerű megnyilatkozásában a gyermekben szemlélhető, míg annak a lelkében a rejlő bűnök felett nem ébrednek. Sőt, ez nyilatkozik meg az állatok testében is, ameddig azok kicsinyek. A játékos, a nem tudatos, a jóra törekvő, a kedves, a szép, a friss, a
eleven és a magát minden pillanatban újjászülni készülő élet, ez, amely a kicsinyekben, a romlatlanokban megiratkozik. A szellem ez az Istentől kapott felruházkodási alkalmatosságot a céljai és akarata szerint minősíti, és így ez ennek a minősítésnek következtében éterikus testé válik a szférákban. Ez az éterikus test már magasabb rendű minden növény és állati léleknél. Ez azonban nem maga a lélek, csupán a léleknek a ruhája, a maga természetes formájában, amely szintén átváltozásnak van alátéve úgy, hogy éterikus testerői felszívódva lelki erőkké változnak át. Ez az éterikus test, mivel a szellem viselte, magában szedi a szellem tulajdonságait, amelyek benne nem mint valami tudatos erők élnek, hanem olyan hajlamok, amelyeket a szellemi egyénisége a maga természetével beleoltott. Gépies hajlamok, gépies ösztönök szúgyönnek ezekben az erőkben, amelyeket a szellem egy-egy földi test levetése után, mint burkot félretesz. Minden szférának megvan a maga szükséges és kötelező megjelenési formája, és ebben a formában köteles a szellem megjelenni. De ezek a kötelező megjelenési formák a magasabb szférákon, ahol már az anyag lágyabb, alkalmazkodó fluiddá válik, hova tovább megszűnnek, mint különálló formák létezni, mert itt olvadékonnyá válik a természet, olvadékonyabbak a fluidok, és a szellem minden gondolatához és akaratának minden pillanatnyi megmozdulásához alkalmazkodnak. Tehát könnyebben mozog bennük a szellem, mivel pedig nem szükségesek a merev formák tovább, mert a szellem a maga akaratában és gondolatában lényegének minden rétegét képes pillanat alatt áthatni, tehát ezek a formák szükségképpen megszűnnek. A negyedik szférában az alacsonyabb fokon még vannak ilyen könnyen kezelhető fluidok, azaz éterikus testek, de ugyancsak a negyedik szférában meg is szűnnek, hogy a szellem könnyű, felhőszerű fluidburokban mozoghasson tovább. Tehát az éterikus testnek az az anyaga, amelyből össze van szedve, vagyis az egész földnek a természete, amely benne van, amelyel együtt egy egész képez, ugyanúgy hét részből áll, mint a szférák. Az ember legmagasabb, legfejlettebb létállapotában, amikor értelmileg és érzelmileg elfogadó természete révén harmóniában van a teremtett mindenséggel, és annak teremtőjével, az embernek ez a legmagasabb rendű rétegét, ami az idegszférában teljesülve van, a fej reprezentálja. A fejben van a legtöbb érzékszerv, a legérzőbb idegek, az agyban, az idegközpontban székel a szellem, vagyis az erőnek az a forrása, amely az idegszférába kapcsolódik, és amelyhez ezen az úton a szellem tudata is kapcsolódik. Mert ne gondoljátok, hogy az ember az egész szellem. Az ember az ő anyagi megjelenésében az egész szellemnek csak egy része, a szellem láthatatlan, és csak az ő kis sugárzásával, az ő lelki erőivel kapcsolódik bele az anyagba, mégpedig az éterikus test közvetítésével. Ez az éterikus test az, ami a szervező életerőnek is mondunk, ez alkotja meg az idegszférát, és az idegszférán keresztül kapcsolódik bele lassan-lassan a tudat a földi világba, és a földi világról csak ezen az idegszférán keresztül vesz tudomást. Tehát a legmagasabb rendű erőt képviseli. 1. Az agy. A hozzávezető idegek, valamint a tájékozó érzékszervek, a szem, a fül, az orr, a nyelv, azután következik 2. A tüdő és a szív. A tüdő dolgozza fel az éterikus test részére azokat az anyagokat, amelyekre neki a szervezéshez feltétlenül szüksége van. Az éterből vonja ki azokat a diszpillált anyagokat, amelyekről még azt lehet ugyan mondani, hogy anyagok, azonban már mégis majdnem fluidikussá váltak. Ezek, mivel még mindig anyagok, a föld légköréhez tartoznak, a levegőt, valamint a levegőben kötve lévő anyagokat a tüdő dolgozza fel, és a szív a vérbe juttatva, a vénáram által elárasztja és ellátja velük az egész testet, vagyis ez ad neki életet. Azután következnek 3. A vesék és a mirigyek. Ne gondoljátok, hogy ezek, mint emésztőszervek, a kategóriába tartoznak. Mindegyiknek megvan az éterikus testben a maga különböző funkciója. A vesék és a mirigyek külön magasabb rendű nedvesség kiválasztására szolgálnak. 4. A gyomor, a máj és a lép. 5. A nemzőszervek. 6. A belek és a húgyszervek. Felszívó és tisztító munkájukkal, amelyeken keresztül az egész szervezet megtisztul az elhasznált anyagoktól.
7. A végtagok, a kezek és a lábak, amelyek mind a testet munkásai és testet szükséges segítséghez hozzájuttatják. Amit nap ideg fonatnak neveznek, az köti össze alsóbb rendűt a magasabb rendűvel, az anyagi célokat szolgáló szerveket a lelki célokat szolgáló szervekkel. A magasabb rendű embernek egy alsóbb rendű, meg egy magasabb rendű szíve is ki van fejlődve. Egy lelki fluidi szíve és egy fluidi tüdeje, amely asszimilálja a tudást, elfogadja és viszonozza a szeretetet, ez a szív már nem érzéki és izgalmi központ, hanem érzelmi központ. Azok az emberek, akik az ő emberi természetüket megtagadva, mint egy ember felettiek látszó erőket fejlesztenek ki magukban, ezeket az idegszféra erőket, az éterikus testet túlságosan felerősítik, az érző idegeket, mint egy háttérbe tolják az akaratukkal, és egy erőteljes éterikus ember fejlődik ki belőlük. Ilyenek az úgynevezett fakírok. Azonban ismételtem azt, amit már régebben is mondottam, hogy valamiképpen azt ne gondoljátok, hogy az ilyen ember feletének látszó kifejlesztett képességekkel valami messzire jutnak el ezek az emberek a szellemvilágban. Semmi esetre sem. És ha még olyan nagyot tudnának is cselekedni, a harmadik szférának feljebb nem mehetnek, általában a pogányoknak nincsen nyitva a magasabb szféra a harmadiknál, akik így megtagadják az ő érző testüket, és az ő lelkükön keresztül erős éterikus testet fejlesztenek ki, épp úgy járnak, mint akik túlságosan kifejlesztik a testüket, és akrobatákkal képezik ki magukat. Mert ezeknek minden céljuk és erőjük arra összpontosul, hogy a testük erős legyen, és ez a gondolat és ennek a révén a test uralkodni felettük. Ugyanúgy a fakírok túlfejlesztik az ő éteri testüket, és ez uralkodik felettük. És hosszú időbe tart, míg ezt is felemészthetik, mert ennek is ismét fel kell szívódnia. A megtérés tulajdonképpen abban rejlik, hogy az emberek lelkével a jóhoz ragaszkodnak, a jó győzelmét óhajtják, és igyekszik azt az ő életükben minél tökéletesebben kidolgozni. Ha pedig a jóhoz hajol, akkor az ő alsóbbrendű énjének vágyait meg kell tagadnia. Ez az alsóbbrendű én az éterikus test, amely a földi természetnek, a földi erőknek összefoglalása és egyben való kifejezése. Ez az éteri test csak az ösztöneivel tudja ezt az ő természetét kifejezni, és azt, mint kívánságokat kidolgozva éreztetni, hogy mi kellene neki. Ezek a kívánságok azonban sohasem helyesek, és ha ezek közel férkőzhetnek az ember lelkéhez, az ő eltorzult és megromlott állapota következtében nem engedi magát többi a világot vezető tiszta fluidból vezettetni, hanem ennek az ösztöni befolyásnak a hatalma alá kerül. Ezáltal eltér rendeltetésétől és a kiszabott pályájától, és ferde kívánságok, rossz ösztönök ébrednek fel benne, amelyek mindenben uralkodóvá lesznek. Mert az éterikus test hajlamai a túlzásba visznek, a szellemi belátásnak kell tehát mérsékelnie ezeket, és a szellem tudatának kell azt megszabnia, hogy milyen irányba haladhatnak az ösztönök. A helyes irányban vezetett éterikus formák megszépülnek, megerősödnek, tökéletesednek, és amikor leveti magáról a szellem, áldásává lesznek annak a légkörnek, ahonnan azokat vette. Nem csak az embernek van éterikus teste, hanem az állatnak, a növénynek is, egy szóval mindennek, ami a fejlődés szükségessége formával ruház fel. De amint mondottam, ez mind különbözik egymástól, mert más irányban halad az állat éterikus fejlődése, és más irányban az emberé. Az embernek magasabb rendű létállapot jutott osztály részül, amelynek kidolgozásáért felelni kell. Neki nagyobb a szabadsága, de nagyobb a szenvedése is.